Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Kora tavasszal, amikor ébredezik a természet, a tavak, folyók vizei lassan melegednek. Ilyenkor másképp kell horgászni az uszonyosokra. Figyelembe kell venni, hogy vermelés után lassabb a mozgásuk és az anyagcseréjük. Ezért a sekélyebb, felmelegedő vizekben érdemes keresni őket. Így tesz Tímár Szabolcs is a Balaton-Akvali kikötőben. A horgászvizekbe halat is kell telepíteni. Nézzük, hogy milyen munkálatok folynak az aranypont halgazdaságban. Ők hogyan készülnek a tavaszra. Tartsanak velünk, jó tévézést, jó pecázást! A napfénye szépen megvilágítja az aljnövényzetet, de még nem süt olyan erősen, hogy a lényegesen óvatosabban mozgó halakat előcsalja. Reméljük, hogy lassan a vízi világ is már a szebbik arcát fogja mutatni. Idén először jelenek meg itt a kamera előtt, és egy csodálatos, szép, szinte már nyárias időjárást fogtunk itt ki a Balaton-Akvali mólón. Remélem ma egy szenzációsan jó tudok itt horgászni a Balatonon, hiszen március 20-át írunk. Tegnap egy szélvihar vonult át itt ugye az országon, ma ennek az utórengései vannak. Hát remélem azért itt a rakósbottal tudok majd egy kicsit hadonászni a móló előtt, és hoztam mellé még egy féderbotot, hogyha esetleg itt a kő mellett még nem eszik annyira a keszeg, akkor majd egy távolabbi távolságot meg tudok majd úgy horgászni, hogy az eredményes legyen. Kétféle etetőanyagot hoztam a mai napra. Az egyik a féderlék névre hallgat, ez inkább egy keszeges vonalú etetőanyag. Főként azokat próbálom majd ma üldözőbe venni, és akkor már nagyon fogok örülni, hogyha esetleg mondjuk egy pontyakad a horogra, de én azt szeretném, hogyha ez a műsor egy ilyen mozgalmas, keszeges horgászatot mutatna be így kora tavasszal. Látszik az etetőanyagon, ezen a féderléken, hogy egy nagyon apró szemű, szinte por állagú etetőanyagról van szó, és egy-két nagyobb darab narancssárga angol morzsa, illetve pörkölt kendermagot tartalmaz, amit jobb, hogyha időben meg is keverek, mert ezek a pörkölt kendermag szemeknek a héja az könnyű, nehezen ázik meg, és nem szeretném azt, hogyha itt a közelben járkáló kacsák szednék össze ugye a víz tetején ezeket a héjakat, hanem lent maradna a fenéken minden egyes alkotó eleme ennek az etetőanyagnak. Féderes etetőanyagról lévén szó, megpróbálom ezt úgy bekeverni majd most, hogy ebben a áramló vízben ugye keresztszél van, és itt áramlik a móló előtt a víz, hogy ne maradjon a víz tetején belőle semmi, amikor bedobom, ne húzon csíkot maga után, de viszont amikor ugye mondjuk a féderkosárba belegyúrom, vagy ha gombócként dobom be, akkor az ugye lemenjen a fenékre, és ott oldódjon úgy szét egy rövid időn belül, itt egy 5-10 perces intervallumra gondolok, hogy aznak minden alkotó eleme, ahogy mondtam, az lent a fenéken fejtse ki hatását. Ehhez első ízben ugye kilónként körülbelül fél liter vizet kell hozzátenni, de nem burítom hozzá, hanem hoztam magammal a Tímár Mix idei újdonságából egy melasz, folyékony cukormelaszt végül is, és ezt próbálom majd most úgy hozzákeverni, hogy egyenletesen el tudjam oszlatni így kézzel. Ennek az lenne a lényege, hogy ez a sűrű melasz, ennek egy rendkívül intenzív illata is van, amellett, hogy édes, ugye cukormelaszról van szó. Ez ilyenkor szerintem a hideg vizekben nagyon jó hatással van a halakra, és hát reméljük majd ezt értékelik is. 2 kiló etetőanyag, úgyhogy körülbelül ennek a felét burítom hozzá, másik felét azt meg majd meghagyom a pontyos etetőanyaghoz, ezt most megpróbálom elkeverni, mert látszik, hogy nagyon-nagyon sűrű anyagról van szó, és ezt valahogy úgy vízzel felkeverni, ugye szép egyenleten látszik is a kezem, hogy megfogja, és annyira sűrű, ilyen nyúlós anyag, hogy ezt előtte érdemes így vízzel felkeverni, és úgy hozzáadni az etetőanyaghoz. Ahogy minden adásban el szoktam mondani, az etetőanyagot úgy keverjük meg, hogy a víz folyamatos hozzáadásával akkor nem lesz olyan csomós, nem lesz ragacsos állagú az etetőanyagunk, hanem még, hogyha szárazabbra kevertük, akkor ugye tudunk rajta korrigálni, de ha már túlvizeztük, akkor már nem tudunk belőle kivenni sajnos. Célszerűbb úgy, hogy többször adunk hozzá vizet, várunk vele egy picit, hogy minden egyes szemcse meg tudja magát szívni, és akkor végül is el tudjuk úgy érni azt a megfelelő állagot, ami ehhez a horgászathoz majd megfelel.
eltelt egy pár perc így a bekeverés óta, és úgy érzem, hogy elértük azt az állagot, amit majd a féderkosárba belegyúrva, vagy hogyha majd ide dobom a móló kikövezett oldalához gombócban, akkor ez megfelel. Jön ki ez a kekszes piskótás, meg a melasznak ez a csokis illata szinte, úgyhogy remélem ez majd a mai napon a tavaszi keszélyek majd egyből rávágnak, és egy nagyon szép filmet tudunk majd csinálni belőle. Ezt ki is teszem ide magamnak a tálcára, és hoztam egy pontyos etetőanyagot is, amit bekeverek, és akkor majd ezt a kettőt váltogatom szépen, megnézzük, hogy melyikre lesz kapásunk. A másik etetőanyag akkor, amit pontyos címszóval hoztam ide a Balatonra. A horgászoktól hallom, hogy mondjuk a pontykárás sárgát vagy pirosat ugye használják, akkor azt nem úgy mondjuk, hogy na most akkor egy pontyos etetőanyagot hoztunk ide, hanem az egy általános etetőanyag, szóval azzal ugyanúgy ráugrik a keszeg is, ráugrik akár a ponty is. Úgyhogy én most a másik újdonságunkat, a tavalyi újdonságunkat végül is, a mész szilva etetőanyagot hoztam a Golden Card családból, és ezzel ugyanezt a célt szeretném elérni, hogy ha van ponty esetleg a környéken, akkor azokat oda csalja, de nem fog megharagudni, hogyha csak keszeget fogok. Mész szilvás etetőanyag, kellemes illata van, édes, de viszont látszik, hogy pontyos etetőanyagról van szó, szóval egy nagyon szép darabos, karakteres etetőanyagról beszélünk, majd elég gyorsan fog kioldódni a kosárból, még akkor is, hogyha ragadósabbra csinálom esetleg, hiszen ilyen porszerű állaga van, de viszont ezek a nagy szemcsék, ezek majd rendkívül gyorsan szét fogják dobni az etetőanyagot a víz alján. Hogyha ezt akváriumban meg tudnám mutatni, akkor azt látszik, hogy áll az etetőanyag ugye benn mondjuk a kosárba, és akkor egyszer csak így szétrobbanik szinte, mert ezek a nagyobb szemcsék egyszer csak elengedik ezt a kötést, kötőanyagot benne, úgyhogy remélem ez is ma hatásos lesz itt a Balatonon. Ebből egy kilót hoztam, nem is fogom túlcifrázni, a melasznak a másik felét fogom hozzákeverni ez az etetőanyagot ugye vízzel. Még egy lehetőség van, ezt csak mutatóba hoztam, most nem fogom belekeverni, ugye a kukorica tej, amit manapság ugye a bojlis horgászok tudnak, hogy akár az oldódó bojli megkeverésénél, de egy ragadós stick mixnél is rendkívül hatásos lehet. Ezt én inkább azt mondom, hogy majd amikor jobban melegszik a víz, mert előbb belenyúltam a vízbe, azért még ez az iható jellegű vízhez tartozik, ami nagyon hideg. Én még ezt ebben az időszakban nem ajánlom. Amikor majd melegszik a víz, esetleg ilyen 10 fok fölött van, akkor már ezt a kukorica tejet bele lehet keverni. Addig meg azt mondom, hogy ezt a melaszt akár egy CSL likvidet belekevernek egy pontyos etetőanyagba, akkor az hatásos lehet ebben a tavaszi felmelegedő időszakban. Jó, akkor melasz másik fele. Egy kis vízzel vegyítve, alig jön ki a flakonból. Ó, és ahogy egy kicsit föloldódik, akkor majd hozzákeverem ehhez az etetőanyaghoz. Úgy is kell még hozzá a víz, ami letapadt esetleg a doboz aljára, azt majd a következő keverésnél hozzáadom. Szép, színes, és tényleg, ahogy mondtam, egy darabos etetőanyagról beszélünk. Most látszik Isten igazából, amikor megkapja az első adag vizet, és szinte már készre keverjük, akkor jön ki igazából ez a nagy darabos, igazán karakterisztikus pontyos etetőanyag. Elkészültem a pontyos keverékkel is, mellé teszem a másiknak, és akkor neki is látok mindjárt az alapozó etetésnek, és megkezdem a horgászatot, mert hát remélem várnak a halak. Szabolcs az érvényes horgászigazolvány és az állami horgászjegy mellett a napi jegy megváltása után az új szabályok ismerete és betartása mellett kezdte meg a horgászatot. Eddig a féderbotot nem dobtam be, itt inkább ezt a part közeli részt vallattam ugye rakósbottal. És hát amiért megéri ugye egy vadvízre menni, horgászni, az a változatos halfauna, hiszen a karikakeszeg, bodorka, garda, kárász, illetve még ponty is akadt a horogra. Ezért érdemes az ilyen vizeket kihasználni, hiszen olyan élményekkel gazdagodik az ember így horgászat közben, amit lehet, hogy egy telepített privát tavon nem élvezhet. Nem nagy halakról beszélünk itt rakóstávon, ezek a tenyeres méretű karikakeszeg, bodorka, ugye gardából is ezek a 15-20 dekásak jelentkeztek eddig a horgon. Viszont ugye mindjárt horgászat elején fogtam egy szép kárászt, illetve két méretes ponty is megörvendeztetett itt bennünket. Ezt a rakóstávot vallatom, hiszen a kapásszám ritkult. Az etetés hatására ugye az apróbb keszegek, ezek a tenyeres méretű halak meglepték szinte az etetésünket. És ahogy a kapásszám ritkult, még itt mondtam is magamban, hogy na, most akkor majd biztos, hogy fogunk pontyot, mert
mert itt valami nagy kus van, és hát ez be is igazolódott, hiszen mondom, az a két pont, egyik giliszta csokorra, a másik pedig ugye csemege kukoricára megjött. Még várok egy picit ezzel, dobok rá egy-két pontyos gombócot, aztán remélem még egy-egy kapás lesz itt rakóstávon, és majd utána ezt a 20-25 méteres távot viszont már a féderbottal fogom meghorgászni. És akkor meg is nézzük a szereléket, hogy mi volt a mai evangéliumunk itt a vízparton. Végül is nem kellett felvennem a féderbotot, ahogy terveztem, mivel szenzációs jót horgáztam itt a móló végénél rakósbottal, 11 méteres távolságban. A szél csillapodott egy kicsit, kényelmesebben tudtunk horgászni, viszont magát a horgászatunkat viszont a küsz elkezdte zavarni, úgyhogy inkább azt a módszert választottam, hogy bedobtam 2-3-4 gombócot, és akkor egy negyed óra, 20 percet, vagy volt egy fél órát nem is etettem, mert ne ugorjon oda az apró hal, és akkor tudtam egy-két keszeget csípni még az etetésről. Én úgy gondolom, hogy ilyen március közepén örüljünk annak, hogy ilyen idő van, meg annak is örüljünk, hogy ilyen szép állományban van különböző keszegféle a Balatonba, itt a tenyeres mérettől egészen a 20-30 dekás dévérig erről beszélnék, és egy nagyon jót szórakoztam ezen a mai napon. A szerelék az úgy néz ki, kezdeném mindjárt a horoggal, hiszen látszik is rajta, hogy egy apró giliszta csokor van rajta. Ugye a küszök ellen úgy lehet védekezni, hogyha nem csontit teszünk föl, a gilisztából is inkább a nagyobb csokrot, vagy pedig mondjuk kukoricát a horogra, akkor talán az a küsz had nem akad bele akár oldalról is, mert rengeteg volt belőle. És ezért ugye az olmozást is úgy kellett megcsinálni, hogy meg volt osztva az eleinte egy jelzőolom, és utána egy ilyen 15-20 centivel följebb a többi, viszont így, hogy már a küszök itt voltak, ilyenkor össze kellett húzni az olmot, és hogy egybeérjen le, nem megosztva, hiszen minél gyorsabban a fenékre jusson le, és akkor, amikor már nyugodtan feküdt a horog a fenéken, akkor már ugye nem nyúlt hozzá az apróhal. És mivel, hogy ez a kereszt szél volt, illetve keresztbe mozgott egy kicsit a vízszint, áramlott, majdnem a Dunán éreztem már magam, ezért egy ilyen 2,5 grammos pontyozó úszót tettem fel végül is ide erre a horgászatra. Vastag antenna nem akad el a fenéken, nem húzza el az akadó az úszót, és szépen kiringatózta a különböző méretű hullámzásokat. A halak pedig vehemensen ettek, mert amikor kapás volt, akkor viszont már majdnem a zsinort meg a gumit is húzta a rakósbotból, úgyhogy nem kellett azon gondolkozni, hogy ez most kapás, nem kapás, hanem igen, egyből lehetett vágni, és volt olyan keszeg, aminek már torkán volt ez a tízes méretű horog a giliszta csokorra, szóval rendkívül vehemensen jöttek a kapások. Amikor etettem, jött rá a hal. Ugye, ahogy mondtam az elején, inkább a keszeges féderkaját dobtam ide be, mondom majd, hogyha esetleg nem eszik itt a móló csücskénél a keszeg, akkor majd ugye bedobom a fédert, de szerencsére ez a keszeges féderkaja ideállította őket, viszont amikor rádobtam a pontyos kajából 2-3 gombócot, akkor szinte eltűntek a keszegek, és egyből ugye a kárászt fogtam, pontyot akasztottam, kettőt is, ami meglett, meg kettő, ami sajnos leakadt, úgyhogy egy rendkívül izgalmas és változatos horgászaton vagyunk a mai napon túl. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ilyenkor márciusban használja ki ezt a jó időt, mert szenzációs, jól éreztem itt magam még a szél ellenére is. Menjenek ki akár a Balatonra, görbüljön a bot, viszontlátásra! Ritka pillanatok egyike, amikor madártávlatból szemlélhetünk meg egy olyan hallgazdaságot, ahol több mint 700 hektár vízterületen folyik a gazdálkodás. Az őrspuszta rétszilasító rendszeren a tenyésztett főhalaponyt, de itt a nemes és a ragadozó halak közül a csukát, süllőt, harcsát, zompót, aranykárászt, keszeget, a sügért és a balint is szaporítják. A szaporítóházban már februárban megindul a szezon. Március van és halászat,
kegyes volt az idén a sors hozzánk, persze ez is kétértelmű, mert amilyen könnyű és szép tél volt, nem kellett jegelnünk, annyira nehéz volt és verejtékes, hiszen egész télen a kormoránok ellen kellett küzdenünk, és hát sajnos el kell mondjam, hogy ekkora kárt régen szenvedtek Magyarország természetes vizei, Balatontól a Tiszáig, a Dunáig és a halastavak is, mint amikor hát ebbe a két enyhe télbe. Amit most látjunk, az egy halászat, ez a halászat egy 150-200 mázsányi pontyot fog megmutatni, és látják azt, hogy mit szánunk a horgász vizekbe, még így is, hogy parttól partig ér a háló, és a kb. 30-40 méter szélességet egy 120 méteres hálóba kerítjük körbe, egyhamar a bizony kibújik a háló alatt, megtalálja maga útját, pedig ez aztán sima tómeder, itt nincs akadó, nincs rejtőzködési lehetőség, de a ponty már ilyen. Ez a fajta, amit látni fogunk, az pedig egy olyan pontyfajta, amit egy kicsit svejfoltabbra, hosszabbra hagytunk, ez egy hosszú válogatás eredmény az anyállományba, hogy a horgászoknak jobban megfeleljen, hiszen már kilós korában is 32-33 cm-es hosszúságú, tehát már fogható, és mi fontos tartjuk azt, vagy mondanám is, javasolnám is, hogy nem biztos, hogy másfél kilós pontyokat kell kora tavasszal népesíteni, hiszen azokból 60 darab van 100 kilóba, és a tavaszi óriási planktonon pillanatok alatt nő a hal 30-40 dekát, tehát ha mi csak kilós halat teszünk ki, akkor 100 darabot tettünk ki 100 kilóba, és július-augusztusban már ezek is másfél-két kiló körüliek lesznek, tehát érdemes egy kicsit gondolkodni abban, hogy próbáljunk gazdálkodni a vizeinken. Ez a pikkelyes pontymezőmmel azt tesszük a horgászvizekbe. Ez egy nagyon jó ellenálló táplálékkereső fajta, és hát ugye most gyors lesz az útja, mert a jövő héten már a szétválogatás után megy is ki a koratavaszi vizekbe. Most átfújja a szél ezeket a vizeket, jól átlevegőznek a téli vizeink, és hát ez nagyon jó a halálománynak is. A felkeveredő iszapból egy csomó tápanyag kerül a vízbe, és a koratavaszi hatalmas planktonrajzás olyan terített asztalt jelent a halainknak, hogy enni talán csak a nagyon finom és nagyon könnyű szerelésekkel lehet megfogni őket, és a táplálkozásuk is. Még éppen, hogy csak diétásan táplálkoznak, de ha majd eláll a szél és egy kicsit jobb lesz az idő, akkor azért majd ott lesznek a horog szélébe. Ami pedig a horgászcentrum többi részét illeti, szeretnénk a nyárra már egy csikos sügér garnitúrát fölnevelni. Az azért lenne jó, mert lenne egy nyári pisztrángunk, amit lehet fogni villantóval, apró kis körömvillantóval, gilisztával, kicsi hallal, és hát nem olyan kényes, mint a süllő, hamarabb megfogható. Most 30 dekásak egyik kollégám nevelte őket eddig, és hát remélem, hogy ilyen 50-60 dekás korukba nagy horgászélményt fognak nyújtani. Ez egy csodálatosan jó hal, különben csak nehezen bírtunk a tenyésztésével, de tavaly már másfél-két kilós példányokat is zsákmányoltak a horgászok, tehát szívesen teszük ki a horgászfizekbe is. Hibrid halat tehát nem tudnak szaporodni, így még oda is ki lehet tenni őket, ahova egyébként nem szabadna, hiszen, mint tudjuk, nem őshonos halat nem szabad telepíteni. Ami még a tavaszi jó hír, és azt gondolom, hogy másnak is az, hogy lassan itt a süllőivás, ha megnézzük a fűszfáinkat, hát elképesztően szép, amikor ilyen szemérmesen lengetik ezt a kis zöld fű szoknyájukat, úgy néz ki, mintha nem is levelük lenne, mint csak megzöldülnének szépen, és hát az azt jelzi, hogy kipattantak a vadszilvának a virágai, meg a manduláé, úgyhogy most a balinok hívnak, a balinikrákat most gyűjtjük be a kisbalatoni hallépcsőnél, és a apró kis csukák azok már megszülettek, egy héten belül itt lesz a süllő, mert az a mediterrán meleg tavasz azt is jelenti, hogy összeérnek a halaink, és pillanatokon belül berobbanik a természet. Hát ami a vizeket illeti, nagy vizek nem lesznek az idén, amik azért nem jók, mert ha a Duna-Tisza nem jár legalább egy tavaszi nagy vízállással, legalább egy 3-4 hétig, az bizony halszűkőt jelent a következő időszakokban, hiszen nem lesz, hol leívjon a halivadék, egy kicsit többet kell majd törődni azzal, hogy jusson mindenhova a tógazdaságokból legalább. Jön a húsvét, és mit ajánl a bőjt idejére? Halat! Bőt ideje csak halat. Váncsa Istvánnak, akit én személyesen nem ismerek, de fantasztikusan szép blogjai vannak, és jó élményei az íráskor és a gasztronómiára, azt mondta, hogy hát a bőt olyan önsanyargatást, nem szó szerint idézem, ami hát arra való, hogy egy kicsit magunkba szálljunk, megvilágosodjon az elménk, és hát egy kicsit próbáljunk meg megtisztulni. Hát a következő mondat az, hogy talán azért együnk is valamit, mert nem az örömökről kell lemondanunk, hanem inkább arra, hogy ne terheljük magunkat és a bőt, arra való, azokat az ételeket hagyjuk ki, amelyek megterhelik a szervezetünket, hiszen a koratavasz még nem jelenti azt, hogy kint tudunk lenni a szabadba túlzottan sokat, és hát ugye ezek a téli mérgek, amiket befaltunk, és hát este 5 órakor már ugye bekényszerülünk a lakásba még vidéken is, és hát ugye 9-ig a hűtőajtó reumás annyit nyitogatjuk ki be. Ennek lassan már vége, mert már negyed hétig világos van, de azért az biztos, hogy jól esik az embernek, hogyha könnyebben táplálkozik, a bőt a húsételetnek a tilalmát jelenti, és a mértéktelen
vegytelen táplálkozásét, a hal ebbe kiválóan illik, és hogy nehogy úgy járjunk, hogy véletlenül nem tudjuk, hogy mit együnk bőtkor, hát halat. Halat minden nap és mindenkor, hiszen a szlogenünk, amit a Halra magyar címszóval fogalmaztunk meg, az azért is született, mert sokkal egészségesebbek azok az emberek, azok a népek, azok az ország részek, amelyek sokkal több halat fogyasztanak. Nem hiszik el, hogy Baján sokkal kevesebb a szívbeteg, mondjuk, mint Debrecenben, pedig ott is lenne bőven víz, csak hát mások a hagyományok. És a tengerparti népek azok sokkal vidámabban, derűsebben és kevesebb bajjal érik meg az öregkorukat, mint mi, akik beszorulunk egy kicsit a kisebb vizek mellé, bár a mi Balatonunk, Velencei tavunk vagy Dunánk, hát az se nevezhető apró víznek. És ha még egyet javasolhatnák, akkor húsvétra mindenképpen a sonka mellé, helyette, eléje, mögéje egy jó kis halkolbász kóstoljanak meg. Hát nekem azt ígérték, hogy valami böltös kolbász lesz itt, hát az alapozó anyag az már megvan hozzá, talán meg is kóstolnánk. Ez egy jó kis halászok bora, egy kellemes kis küvé. Hát ezzel megint nem tévedtünk, addig is, amíg hozzák az étket, kedves egészségére minden nézőnknek. Gábor, köszönöm szépen, közben megjött a séfünk is. Hát amit szerettem volna, hogyha megnéznek a kedves nézők böjtös ételkét, az kétféle kolbász. Az egyiket paprikával készítjük, és klasszikus magyar recept, a másik pedig a borsos német megfelelője. A recept nagyon egyszerű, szinte semmit nem kell vele csinálnunk, csak azt, amit a kolbásszal is csinálnánk, csak a töltelék hús helyett, az bizony busa. Finoman, szépen, kétszer megdarálva busát készítünk, és az ízlésünk szerinti fűszerezéssel állítjuk elő a kolbászt. Egy dologra kell vigyáznunk, ez egy kényes étel. Tehát ezt 24 órán belül vagy le kell fagyasztanunk, vagy meg kell füstölnünk, hogy ami sokkal egyszerűbb ennél, meg kell ennünk. Meg kell sütni és meg kell enni. Sütésről még csak annyit, hogyha sütjük, vigyázzunk, mert magasabb a víztartalma, egy kicsit lassabban kell sütni, és nem olyan nagy hőfokon, hogy a víz ne pattogjon szét és ne szedje szét az ételünket. Ezt a szériát még én sem kóstoltam, úgyhogy legelőször megpróbálnám saját magam. Ezt ehetjük mustárral, tormával. A paprikás halkolbász hozzávalói: 1 kg elősózott darált busa, 4 g fokhagyma, 1 deci hétolaj, 12 g só, 3 g fekete bors, 3 g köménymag, 13 g piros paprika és 1,5 méter sertésvékony bél. Kívánok mindenkinek ilyen kellemes böjtöt, és ha már hal, akkor halra magyar, és ha már hal, akkor igyunk rá egy pohár bort is. Kedves egészségére kívánom mindenkinek, boldog, békés, áldott ünnepet, és ha éppen nem ünnepkor megy ez a recept, és nem ez a műsor, akkor is érezze magát mindenki jól, egy jó falat halkolbász társaságában. Kedves egészségükre! Újfent bebizonyosodott, hogy nagyon jó kikapcsolódást nyújt a horgászat. Ugyanilyen örömet jelent a kifogott hal elkészítése, és élvezetes az ízletes étel elfogyasztása. Tegyenek így önök is! Görbüljön a bot, viszontlátásra!